Kedves nézőink, önök most ugye a viharral sétáló, született észak-amerikai törzslakos, vagy ahogy csak mi mondjuk, indián tanító mester egy előadásából láttak részleteket, és most egy nagyon nagyot ugrunk, és Indiáról fogunk beszélni. Tudjuk, hogy ott is a filozófia, a tanítások, ősi szokások rendkívül hasznosak lennének, ha törődnénk vele. Két héttel ezelőtt volt indiai nagymester vendégünk itt a stúdióban. Most viszont magáról az országról is fogunk beszélni, meg még nagyon sok minden másról, ami ezzel kapcsolódik, hiszen, ahogy mondtam, India lehet az álmok országa. Sokan félnek tőle, hogy ó, ott csak piszok van. Minden tévedést el fogunk most mi oszlatni, és szeretnénk India egy másik arcát megmutatni. Galla Zsuzsa lesz a vendégem, aki hát sokat tud Indiáról. Vajon miért? Hogy került ön kapcsolatba? Miért érezte fontosnak, hogy India, ajurvédikus gondolkodás, tanítás? Segítsen nekem! Hát nem olyan nagyon régen kerültem kapcsolatba Indiával, de a kapcsolat annál intenzívebbé alakult az elmúlt két év során. Tulajdonképpen a jóga tanulmányaim során, ugye hát egy bizonyos idő elteltével mindenki elgondolkodik rajta, hogy is lehetne ezt a mindennapi stresszt egy picit jobban elviselhetővé tenni. És hát így kerültem a jógához, a jóga filozófiához, és a jóga központba, ahova jártam, ott oda hívtak meg vendégségbe egy indiai ajurvédikus orvost. És az ő előadását meghallgatva, hát úgy éreztem, hogy ez valami olyasmi, ami engem személy szerint is rettenetesen érdekel, szeretném kipróbálni, mert hát őszintén szóval eléggé gyógyszerellenes vagyok, szeretném az életemet egészségesen leélni, szeretném, hogyha inkább a megelőzésre fordíthatnám az energiámat, és nem pedig a már kialakult betegségnek a gyógyításával. És hát ez amit az ajurvéda tud. Tulajdonképpen az ajurvéda szó ismerősen cseng mindenkinek, de nem mindenki tudja, hogy igazán micsoda ez. Mennyiben orvoslás, mennyiben filozófia, mit is jelent ez? Csak tényleg két mondatban. Hát az ajurvéda az ajurból és a védából tevődik össze, az élettudománya ezt jelenti. Tulajdonképpen egy módszert ad arra, hogy hogyan is éljük az életünket úgy, hogy minél egészségesebbek maradjunk. Hát táplálkozás, mint minden ilyesmi a táplálkozáson alapul. Mindenkinek a testtípusa különböző, illetve háromféle testtípust különböztet meg az ajurvédikus gyógymód. Ennek alapján határozzák meg azt, hogy kinek milyen, hát nem mondanám diétának, kezdetben diéta, de aztán később egy életforma, amit mindenkinek a testtípusa határoz meg, hogy élje az életét. Ez egyrészt egyik vonala az ajurvédának a megelőzés. A másik vonala azért a gyógyítás. És tehát nyilvánvalóan foglalkozik beteg emberekkel is, különösen az olyan krónikus betegségeknek a gyógyításában hatékony, amivel a nyugati orvoslás nem nagyon tud mit kezdeni, ilyenek a különféle allergiák, aszma allergia, ekcéma például, nagyon nehezen gyógyítható egyéb bőrbetegségek is. De hát őszintén szóval nem nagyon szeretnék ebbe belemenni. Persze, csak hogy egy kicsit értsük, mert hát elég furcsa, hogy egy utazási iroda egyszer csak találkozik egy ilyen tanítással, és ebből ráadásul még gyönyörű utak is születnek. Hogy volt ez a második lépcső? Na hát igen, és akkor hát idáig tartott a magánéletem, és aztán hát valahogy mindenféle gondolataim voltak, hogy mit kellene tennem azért, hogy ezt a módszert, ezt mindenki Magyarországon is megismerje, és népszerűvé tenni, és foglalkozni vele.
És hát valahogy szerettem volna összekapcsolni a saját szakmámmal az utazással. És akkor találtam ki, hogy hát először is elmegyek én Indiába, Keralába, mert Kerala az őshazája ennek a gyógyításnak. Ez egészen délen Indiában, valami egészen csodálatos tartománya Indiának, tényleg kicsit lejáratott szó már ez a paradicsomi állapot, de mégse tudnék, erre jobbat, szebbet mondani. És hát akkor elhatároztam, hogy megnézem, visszatérve Magyarországra, meg fogom szervezni ezeket az utazásokat. És hát gyakorlatilag mára eljutottunk oda, hogy hát minimálisan 2 hetes gyógytúrákat kínálunk az érdeklődőknek, mert hát azt mondják, hogy ez a legkevesebb idő tartam, aminek már igazán hatása van. Mi alapvetően méregtelenítő, fiatalító, tisztító kúrákat ajánlunk. Ez a megelőző része, egy picit közel áll a wellnesshez, annál azért komolyabb, tehát a mi útjaink egyrészt adják azt az élményt, amit bármilyen más télen, nyárba menő utazás ad, de emellé mi még adjuk a gyógyítást, a felfrissülést, a tisztítást, és az ezzel járó jóga gyakorlást, diétát, ajurvédikus orvosi kezelést. És ezt kiknek? Tehát csak egészségeseknek, vagy azért már akinek van egy kis problémája, fiataloknak, vagy időseknek is? Mert tudjuk, hogy igazán a nyugdíjasoknak van több ideje hosszabb útra elmenni. Hát én azt gondolom, meg az eddigi tapasztalat, hát az eddigi tapasztalatunk volt nyugdíjas, volt nem dolgozó feleség, aki felmérte, hogy nem biztos, hogy az a legjobb kikapcsolódás, hogyha elmegyek valahova, egy luxus, vagy, de akár külföldre is, és 2 hétig valamilyen luxus szállóban, a bárok, az all inclusive, a szórakozás. Meg a testpedés egyszerűen a testpedés, napon. Meg a esetleges meg hedonista életmód. Meg gondolom, hogy az emberek azok, akik rájönnek mostanában, hogy kellenek ezek a 2-3 hetes nagy kikapcsolódások. Igen, hát ez lenne az ideális, hogyha az elfoglalt, leterhelt, lestrapált üzletemberek eljönnének. Én egyelőre úgy látom, hogy inkább az ő feleségeik jönnek el. A nők egyébként is fogékonyabbak erre hát nem mondanám Igen. én ezt ezoterikusnak. De mégis hát a lelkünk mégis hinni nyitottabb kell rá. Benne. Mégis Na most csak egy azért. Kis kedvet kapjunk, meg egy kicsit a nézőknek valamilyen képet fessünk. Van nekünk egy rövid kis filmünk, az már magáról az elszállásolásról szól, azt hiszem Indiában. Nézzünk bele, és utána folytatjuk, hogy mit tudunk még tanácsolni. पतंग सा था वो
चलाती वो खुद अपनी राह बनाता गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो हमको कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न मनाता हर लम्हे को खुल के जीता था वो कहाँ से आया था वो Mi most az Ajurvéda megértéséhez kaptunk egy kis segítséget, még gyönyörű képeket, és hát majd most mindjárt meg is kérjük Galla Zsuzsát, hogy azért egy pár szóban ecsetelje, hogy mi mindent láttunk itt, és mi alatt még beszélgetünk, önök képeket is fognak látni, ami szintén, ahogy ránézünk, igyekszünk majd kis magyarázatot adni hozzá. Tehát Zsuzsa, mit is láttunk? Ez egy ajurvédás központ volt, amit láttunk. Gyakorlatilag ez a legszebb, legjobb egész Keralában. És amit láttunk, a központnak a környékét, a gyönyörűséges környezetet, és azokat a fantasztikus kezeléseket, amiket hát itt éppen beszéltük, hogy csak ha nézzük ezeket a kezeléseket, már akkor is jól érezzük magunkat, mert látszik az a törődés, egyéni odafigyelés, gondoskodás az indiaiak, roppant kedves, gondoskodó emberek, és olyan szeretettel, ugye ezek napi kezelések, az ember minden nap ugyanahhoz a kezelőhöz mennek el, picit annyit beszélnek angolul, amit elbeszélgetnek, hogy vagy, mint vagy, és utána következik a csoda, a tejben, vajban füröztés. Például ez itt most micsoda? Hát ez egy gyönyörű tengerparti szálloda, és ennek a Az előbbi, az egy lakószoba volt? Az előbbi, ez egy lakószoba volt, igen. Hát valami fantasztikus. Hatalmas, tehát tényleg nem olyanok, mint az európai szállodák, hogy tényleg fel vannak készülve arra, hogy itt az ember legalább két hetet eltölt, hogy kényelmesen el tudjon helyezkedni, jól érezze színek, magát. A tágas terek. Két ilyen hatalmas medence van a szállodában, az ott jobbra, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, ott van a gardrob így elfüggönyözve, tehát nincs az, amit az ember megszokott, hogy szállodai szobában mindig teledobál, bemegy, mintha robbantottak volna olyan az állapotot, ott a függöny mögé el lehet helyezni ezt a káoszt, és az ember minden nap ebben a gyönyörűségben jár, kell kezelés után itt lehet pihenni. Hát ez egy gyönyörű naplemente a tengerparton. Olyan hatalmas területen van ez a szálloda, hogyha valaki két hétig nem mozdul innen ki, akkor is tökéletesen el tudja tölteni az idejét. Jógázni lehet naponta. Ezek itt a kezelőhelységek. Az ember fekszik a masszázságyon, és ez látszik, hogy ez nyitva van. Aha. Nyitott. Tehát ott a szellő átjárja. Mondhatjuk azt, hogy ti egyedüliek vagytok, akik ilyet szerveznek? Mert igen. Én még nem hallottam abszolút ilyet. Én azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk. Most, ha valaki doktor szeretne... Úr. Aha! Ajurvédás doktor úr, ahol ugye minden nap meg kell jelenni nála, megérdeklődni, hogy ki éppen, hogy tehát mindennapi felmérés van. Ez a kezelőhelység. Arról, hogy... Hát gyönyörű hát az egész. Nem mondanám kezelőhelységnek, masszázsszoba. Uh-huh. Hát ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy bárki, aki hozzátok fordult, így tudtok neki segíteni, legyen az akár egy család, vagy egyedülálló ember, vagy nem is tudom még mi mindennek. Például én nagyon ötletesnek tartanám, ahol ilyen tímek dolgoznak együtt. Egy ilyen két hét, három hét alatt akár még dolgozni is lehet közben, vagy legalábbis csoportot építeni biztos. Hát mindent lehet. Ők azt mondják, hogy ez a két hét, vagy három hét, vagy négy hét, vagy
ki mennyit tud nyilván az idejéből erre rászánni, hogy ez legyen egy picit befelé fordulás, önmagunk megismerése. De hát az emberek különbözőek, nem mindenki alkalmas arra, hogy 2 hétig befelé forduljon és saját magával foglalkozzon. Van, akinek erre van szüksége, van, akinek arra van szüksége, hogy csoportot építsen. Az ajurvédában az a csodálatos, hogy annyira egyénre szabott, hogy nincsenek igazán tiltásai. Hát annyi tiltás van, hogy ez alatt a 2 hét alatt például nem lehet húst fogyasztani, nem lehet alkoholt fogyasztani. Ez azért elég fontos, hogy ezt annak tudni kell, aki ezt elvállalja, de az indiai konyha az olyan gazdag, hogy ott a vegetáriánizmus az nem arról szól, mint nálunk, hogy lehet enni rántott gombát vagy rántott sajtot, hanem 2 hétig olyan változatosan lehet étkezni, hogy az ember, hát volt olyan utasunk, aki azt mondta, hogy azt hitte, hogy majd nagyon le fog fogyni, de annyira élvezte ezt a kosztot, hogy az első héten inkább fölszedett még 1-2 kilót. Úgyhogy... De mindenféleképp azt hiszem, hogy ez egy teljes kikapcsolódás léleknek, szemnek, a szervezetnek ezzel a másfajta ez táplálkozással. Tényleg, innen az ember úgy jön haza, mint hogyha a menyekbe járt volna, csak egy picit visszanézett a földre, hogy milyen is volt itthon. Hát én azt szeretném, kedves Zsuzsa, hogyha a zárszót esetleg ön mondaná el, hogy mégis kik jelentkezzenek egy-egy ilyen nyaralásra, utazásra, vagy gyógyulásra? Hát nyilvánvalóan a picit idősebb korosztálynak nagyobb szüksége van egy méregtelenítésre, de az útjaim során azt tapasztaltam, hogy a nyugat-európai országokból talán több fiatal volt, mint idősebb, mert már a fiatalok is felmérték, hogy akkor, amikor már betegek, akkor már késő. Tehát mindenképpen megelőző, mindenképpen egy felfrissülő, mindenképpen egy tisztító, regeneráló kúra. Tényleg mindenkinek. Tehát nincs ember, akinek azt mondanám, hogy nem javaslom, mindenkinek csak javasolni tudom. Nyilván egy megterhelt szervezetnek nagyobb szüksége van arra, hogy egy ilyen 2 hetet eltöltsön Keralában, de fiataloknak is boldogan ajánljuk. Hát köszönjük szépen, és önöktől meg azt kérem, hogy ha bármi kérdésük van, bátran forduljanak Zsuzsához, ott vannak elérések, a neten is megtalálják, milyen behívó szót írhatunk. Ajurvéda utazás. Ajurvéda utazás, hát azt hiszem, hogy ilyenből csak egy van. Úgyhogy próbálják meg, én azt hiszem, hogy mindannyian megérdemlünk egy-egy ilyen nagyon különös utat. És azért egészen más, ha ide hívnak tanítókat, gyógyítókat, vagy mi megyünk egy eredeti helyszínre, és tulajdonképpen a teljes 2 hét egy csoda, egy üdülés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy kis kellemes tejára hívom meg önt. Most pedig önök pedig nézzenek meg egy kis klippet a Pulóver gyűjtő című drámából, majd pedig vendégeim lesznek a főszerep.